Korábbi tapasztalataink, főleg itt a fejeset káposztának a tekintetében, hogy abban az esetben, hogyha akár toxikus mértékben megnövekszik a tápelem a növénynek a számára, akkor általában a növénynek a levelei kisebbek lesznek, sárgulnak, akár vörösödnek, vagy nem fejlődik rendesen a növény. Gyakorlatilag ezeket tudjuk nyomon követni. Itt ebben a kísérletben is várható volt bizonyos szempontból ilyen hatás, ott, ahol mondjuk túl sok vermikomposztot használunk, lehetséges az, hogy mondjuk toxikus szintre emelkedjen a növény számára a tápelem. Ezzel gyakorlatilag itt azért annyira nem találkoztunk, szerencsére. Ez már tovább visz minket egy következő kérdéshez, de ami az eddigi tapasztalataink során már kiderült, hogy akár a fejes káposzta, akár néha más jó indikátor növény, mondjuk a fejes saláta, esetleg néha a paprika még szóba jöhet ilyen szempontból, ezek mind nagyon jól reagálnak a külső talaj vagy közegbeni állapot változásokra. Eddig a pillanatig ennél a vermikomposztos kísérletnél a palánta nevelés végén volt egy fizikai tulajdonságmérésünk, tehát az összes palánta növénynek mintegy olyan 10%-át megvizsgáltuk, mind a növénynek a tömeggyarapodását mértük, illetve a szárátmérőt és a növényeknek a hosszúságát. Ezek alapján már lehetett következtetni egy picikét arra, hogy általában véve a kevert közegmennyiségek azok, amelyek a megfelelőek a növények számára. A kontroll ugyan szépnek tűnik, de ott az alacsony tápanyag mennyiség miatt várható volt a különbség, majd a későbbiekre, illetve ahol pedig 100%-ban kapott vermikomposztot a növény, ott is lehetett látni azt, hogy a növény fejlődésével bizonyos mértékű gondok vannak. Ez most is látszik egyébként, de nyilván itt még a mérések végére nem jutottunk el, tehát pontos következtetéseket azokat nem lehet levonni.